Halálra ítélték Japánban azt a nőt, aki több idős férfit is megmérgezett. A 70 éves Kakei Chisako a negyedik férjével, míg 2007 és 2013 között két korábbi partnerével is ciánnal végzett. A bíróság bűnösnek találta egy negyedik esetben is, akkor nem sikerült a gyilkosság. A köznyelvben fekete özvegynek hívott nő azért gyilkolt, hogy azután felvehesse a biztosítási pénzt és hozzájusson az örökséghez. Összesen mintegy 8,8 millió dollárt szerzett így. A bíróság elutasította azt a védekezést, hogy a nő demenciában szenved, az asszony védői fellebbeznek.